Ha magad ura vagy, akkor időnként szembe kell nézel a legszigorúbb munkáltató szigorú kontrolljával. Időnként fel kell mutatnod saját magad számára, hogy az, amit eddig tettél, az biztosítani fogja el boldogságodat. Ehhez objektivitás kell, tisztánlátás nem hozhat, semmilyen kifogás, nincsen semmilyen mentséged arra, ha valamit nem tettél meg, vagy valamit rosszul csináltál. Ezt a fajta szigort sokkal könnyebb valaki más felé, például egy munkavállaló felé intézni, akinek munkabért fizetsz azért, hogy valamit megtegyen. Bizonyára hatalmas stressz ez a munkavállaló számára, amikor számon kérik őt, most viszont te vagy a főnök és a munkavállaló is a saját életed építésének építési vállalkozójaként. Hát eljött nálam is az idő, hogy számon kérjem magamat az elmúlt egy hónap miatt. Januárban kezdtem el új gondolatokat konkrét tevékenységekben megfogalmazni, például elkezdtem ezt a vlog sorozatot. Akkor valami olyasmi elképzelés volt, hogy én minden nap feljegyzetelek magamnak valamit, és ezeket a jegyzeteket majd publikálható formátumban fogom megcsinálni. Minden vlog tehát arról szól, hogy mi volt a legfontosabb gondolat aznap a fejemben. Az egyik nap csak magam dolgoztam, a másik nap szeminárium volt, a harmadik nap konzultáltam, és vegyes feladatokat végeztem el. Általában tehát ezek a témák összefoglaló gondolatként jelentek meg az összes tevékenységemben. Időnként elvégzek egy ilyen számvetést, hogy megérte, nem érte, valahogy kell egy olyan visszaigazolás, hogy az, amit csináltam, az hasznos volt-e. Mivel most olyan folyamatokban vagyok benne, hogy a legkorábbi eredmények is egy év múlva fognak jönni, ezért muszáj valami olyan számvetést csinálnom, ami időközi elszámolásnak számít. Nehéz ezeket a hosszú távú folyamatokat életben tartani magunkban, mert nincs az, ami ösztönözzön, hogy folytassam, mert nem jönnek még az eredmények, mert még nem várom el, és nem is jöhetnek még. A vlogolás egy ilyen dolog, nagyon kevés ember mondhatja el magáról azt, hogy ahogy elkezdi, rögtön rengetegen nézik, és vannak visszajelzések, főleg pozitívak. Az elején főleg negatívokat kaptam, köszönöm szépen, nem kérek többet. A vlogolás tehát magamnak csinálok, csak megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy másoknak is hasznos lehessen. Na nézzük, mire jutottam. Hát a reggeli rutinok széttöredeztek. Kezdjük azzal a jóval, hogy 6 munkaórába került eleinte a vlogok megszerkesztése, felmondása, megszerkesztése, előkészítése, bármi. Ezt az egészet le tudtam csökkenteni a kívánt 2 órára. Nem minden esetben sikerült, mert hogyha műszaki problémán lépett föl, az akár elvett egy teljes napot is. Volt olyan nap, hogy 15-ször kellett felkapcsoljam a biztosítékot, ami 400 méter sétával jár. Azon a napon alig tudtam valamit dolgozni, nem tudtam belemélyedni a feladataimba. Ettől függetlenül a kitűzött cél nagyjából sikerült, gyakorlatilag viszont nem mondhatnám azt, hogy sikeres. Fontos dolog mindenki számára, hogy ne úgy nézze az eredményeket, hogy egyszer vagy kétszer sikerült, hanem permanensen mi az, ami megtörténik, tehát átlagban mik az eredmények. Tehát 60%-ban sikeres, 40%-ban nem sikerül, és az átlag nagyon rossz, több mint 2 óra. Az én példáimat csak azért mondom, hogy bárki saját maga számára le tudja fordítani, hogy az ő tevékenységét hogyan nézze meg, hogyan tudja meghatározni, hogy hasznos, nem hasznos, mi az, amit javítani kell, mi az, amivel segíteni kell saját magám. Szóval a probléma nem az idő intervallumban van, hanem abban, hogy összetört ez a feladat nagyon sok rutin feladatot. Elvesztettem a napi rutinomnak a stabilitását. A napi reggeli rutin adta meg az egész napi stabilitásomat. Jelenleg viszont azon, hogy tornázni már nincs idő, már a nyújtás is elmaradt 3-4 napja, és már vizet sem iszok felkelés után. Ez egyértelmű csőd, széthullott a stratégiám, tehát azonnal változtatnom kell. Az elején a jegyzetelés elég nyekergős volt, nem igazán élveztem, viszont mostanra már kezdem élvezni, egyszerűen hiányozni fog, hogyha nem csinálom. Viszont teljesen mindegy, hogy mit érzek ez iránt, hogyha emiatt nem tudom csinálni a napi feladataimat, főleg a reggeli napi rutint. Vannak okai persze annak, hogy szétesett a rutinom. A vlogok címfeliratánál van egy napfelkelte felvétel minden vlogban. Ez minden egyes napon aznak a napnak a napfelkeltéje. Ehhez reggel föl kell kelni a napfelkelte előtt, ki kell rakni a kamerákat, majd be kell szedni pár óra múlva. De ez a nap egyre korábban kell föl, és ezért egyre korábban kellett kiraknom a kamerákat. Az elején pont jól jött ki minden, mert megcsináltam a reggeli rutinomat, mire azzal végeztem, kivittem a kamerákat, és pont időben kiraktam, hogy a napfelkeltét felvehessem. Most viszont éppen, ahogy felkelek, kirohanok a kamerákkal, kirakom, és már fel is kell a nap, és mire visszamegyek, már nem vagyok benne a napi rutinba, szétesett. Ezt is azért mondom el, mert mindenki ugyanígy jár az összes dolgával. Van valami külső tényező, ami természeténél fogva megváltoztatja azt, hogy neked mit kell csinálni, és ez széttöri azt a tervet, amit te szőttél, hogy azt majd biztonsággal végigcsinálod. Ne hagyd magad, hogy bármi széttöri a napi rutinod, ami a stabilitásodat adja, hanem változtass a stratégián, és alkalmazkodj ahhoz, ami éppen adott.
Nekem most alkalmazkodnom kell, tehát változtatnom kell a vlogolásom. Ez már csak azért is egyértelmű, mert ahogy eljön megint a szemináriumi időszak, egy éven keresztül abban a pillanatban egyáltalán nem lesz időm arra, hogy a vlogokat elkészítsem napi rendszerességgel. Szóval az elmúlt hónap megfigyelése alapján arra a következtetésre kell jussak, hogy változtatnom kell azon, ahogy eddig csináltam, és most már koncentrálnom kell a szemináriumokra való felkészülésre, illetve koncentrálnom kell arra, hogy milyen más szemináriumon kívüli feladatokat szerettem volna ellátni. A jegyzetelést nem fogom abba hagyni, csak meg kell változtassam a formáját, hogy hogyan teszem. Egyelőre ma nem tervezek, hanem inkább alszom rá, és holnap meglátom, hogy mi történik.